Sokszor megesik, hogy valamit ki kell töltenem, alá kell írnom és be kell adnom eredetiben. Én mielőtt valamit kitöltenék, aláírnám és beadnám, elmegyek a közeli papírírószerbe, hogy kinyomtassam. Ez azonban elég körülményes, így sokszor elgondolkoztam, hogy vásárolok egy nyomtatót. A legnagyobb probléma azonban az, hogy hova rakjam. Általában egy nyomtatónak az íróasztalon vagy mellette van a helye, hogy csatlakozni tudjon a számítógépemhez. Nálam ez egy picit nehezebben megoldható, hiszen nem nagyon van hely az asztalomon egy nyomtatónak. Ezért is örültem annyira, amikor beszereztem ezt az Epson L3550-es nyomtatót. Így most le tudom tesztelni és meg tudom mutatni nektek. Azért döntöttem ennek a modellnek a beszerzése mellett, mert elképesztően sok festéket adnak hozzá, gazdaságosan tudok vele nyomtatni, ráadásul regisztráció után 3 év kiterjesztett garanciát kaptam. Jól hangzott, hogy azt ígérik, hogy 3 évig nem kell a nyomtatóra költenem. Nagyon szuper, hogy a wifi-s kapcsolatnak köszönhetően a nyomtató bárhova elhelyezhető a lakásban, ahova elér a wifi. Nekem ez alapján erre a könyvespolcra esett a választásom. A közelben van konnektor, nem éri direkt napfény, és elég stabil felület is, ráadásul közel van az otthoni irodámhoz. Említettem, hogy a könnyű hozzáférhetőség az egy szempont volt a nyomtató kiválasztásánál és elhelyezésénél, no, de nem a karbantartás miatt. Ugyanis ez a nyomtató egy úgynevezett külső tartályos, vagy az Epson hívja egy úgynevezett EcoTank nyomtató. Ilyenkor ebbe a külső tartályba töltjük bele az egyébként nyomtatóhoz hozzáadott tintát. Ellentétben azokkal a relatíve olcsó 15-20 ezer forintos modellekkel, amik a piacon elérhetők. Ugyanis azok a modellek, azok egy úgynevezett demo patronnal érkeznek. Ez körülbelül 150-200 oldal kapacitású egy-egy ilyen demo patron, és utána lehet cserélni. Még ennek a nyomtatónak az esetében a hozzáadott tinta körülbelül 6600 fekete és 5900 színes oldal kinyomtatására fog nekem a jövőben lehetőséget adni. Tehát nagyon kevésszer kell majd a karbantartás miatt hozzányúlnom. Akkor üzemeljük be. Ráadásul a készülék tintagyűjtő párnáját is magam fogom tudni kicserélni, ha majd erre egyszer szükség lesz. Ezzel körülbelül egy olyan 15 ezer forintos szakszerviz költséget fogok tudni megspórolni. Előrelátó voltam, és a boltba árultak is egy ilyen tintagyűjtő párnát 2000 forintért, így ezt megvettem. Valamint kaptam egy ilyen kis füzetet, amiben benne van, hogy mennyi minden tud az Epson L3550-es nyomtatója, és többek között tud 10x15-ös méretben szegély nélkül kiváló minőségű fényképet nyomtatni, tud szkennelni, és tudja az elprintet, aminek a kipróbálásához idehoztam az iPad-emet, és én ezt most kinyomtatom elprinten keresztül. Ez az, és nyomtatódik is. Örülök, hogy hallgattam az eladókra, amikor ezt a nyomtatót ajánlották, ugyanis nekem fontos volt a nyomtató alacsony karbantartási igénye, valamint az, hogy bárhova tudjam helyezni a lakáson belül. Hát, és akkor ezzel gyakorlatilag a videó végére értünk. Találkozunk 3 év múlva, amikor feltehetőleg majd ismét fel kell töltenem tintával az Epson nyomtatómat.